bolmiemet elkezdtem szeretni. Hát miért ne? Kisgyerek voltam, divatos volt minden, és akkor azt mondja, hát azért mégsem. Mi az, hogy most iskolában megy az István Király? Mert azt tudom, hogy ez már a Nemzeti Tanterv része is. Hát az a szerencse, hogy ez az István Király, ez olyan elképesztő jó darab lett, hogy gyakorlatilag a mai napig is fennmaradt. Mi nagyon szeretnénk azt, hogy és ez úgy tűnik, hogy sikerül is, hogy gyakorlatilag átvigyük a generációkon. Tehát hogy az, hogy ez 83-ban, amikor én még kisgyerek voltam, és a Novák Petivel ott rohangáltunk a padok között, akkor fel sem fogtuk szinte, hogy mi történik. Aztán ugye telt múlt az idő, és gyakorlatilag elérkeztünk, rengeteg előadás, rengetegféle bemutató volt különböző rendezésekben. Aztán eljött 2008-ban az a pillanat, amikor a Rosta Mari producer kitalálta, mint hogy egyébként ezt a iskolában megyet is ő találta ki, azt a zseniás ötletet, hogy akkor már jöttek ezek a tehetségkutató, akkor már nagyon divat volt, különböző ilyen tehetségkutató televíziós versenyek voltak, hogy ennek mentén nem tehetségeket kutat, hanem gyakorlatilag megkeresi a szereplőket erre, úgy, hogy a tévénézők szeme láttára és segítségével, tehát szavazati segítségével állította össze. És ez 2008-ban gyakorlatilag úgy állt össze a darab, hogy jelentkezett Kis Pista, meg Nagy Pista, meg Julika, és gyakorlatilag ebből aztán egy éves munka után lett kopány, igen, az összes karaktert megtalálták. És 2-3 évig ezt játszottuk, ezt a darabot, és elképesztő sikerrel, és ez nagyon szuper volt, és ennek most a következő állomása, meg közben azért ugye eltelt azért ott is 10 év. Egy újabb generáció felnőtt. Egy generáció, igen. És ebbe az a nagyon nagy trúváj, hogy iskolásokra lett kiírva ez a dolog. Tehát figyelj, több mint 5000 iskolát megkerestünk, amiben gyakorlatilag a legfontosabb dolog az, hogy nem csak Magyarországon, hanem határon túl is. Tehát tulajdonképpen ez most egy Kárpát-medencei István a Király lesz, ami mondjuk a darab mondani valójában tekintve. Hát ráadásul annak idején az István a Király is már utazott, igen, Magyarország, igen, határain túl, igen, is, tehát hogy ez nem, igen, csak itthon lett népszerű. Ez óriási siker volt 2003-ban, amikor ki tudtuk vinni Csíksomlyói Nyeregbe, hát ott majdnem 500 000 nézték ezt végig, szóval az egy nagyon durva, aha, dolog volt, és szóval ez a iskolás, ez nagyon szuper, és hát az a helyzet, hogy gyakorlatilag meg fogjuk látni az általunk jól ismert darabot, kisgyerekek, hát ugye ezek iskolások, tehát 6-tól 16 éves korig gyakorlatilag ők fogják játszani a szerepeket. Ez olyan klasszikus kérdés, hogy mit mondhat ma a mai generációnak az István Király? Mitől lehet még mindig időszerű? Mert hogy úgy tűnik, hogy mindig az. Igen. Én azt gondolom, hogy ami a legeslegfontosabb az, hogy nem egy megosztó darab. Tehát ez gyakorlatilag mindenki szereti. Tehát a politikai szempontból mondjuk, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és egyébként pedig mindig aktuális. Tehát a mondai valójában mindig aktuális. Mi a mostani délelőtti terv? Hát kérlek szépen, ma nem minden napom túl sűrű, de ma éppen pont egy ilyen nagyon sűrű nap lett, mert van ez az István a Király iskolában egy című produkció, amiből most néhány interjút megcsinálunk. Ezen kívül pedig holnap meg megyek le a szőlőbe, van egy szőlőnk a faterral, de már úgy hamarosan 30 éve, és hogy gyakorlatilag az elmúlt két évben másfél éves munkával sikerült elérnem azt, hogy legyen a szőlőből, mármint a borból boltban is árusítható termék. Melyik része vonzott neked a borászatban, vagy az hogy kezdődött 30 éve? A meccé és a bor íze? Nagyon szuper volt, mert hogy a faternak felajánlottak egy telket a Balaton felvidéken, a Káli medencében, 94-ben. És hát én akkor gyakorlatilag az első lemezzel turnéztam, tehát hogy így, várj csak, 94, 23 éves voltam, tehát én konkrétan egy balatonparti telekkel sokkal jobban kiegyeztem volna, ahol lehet bulizni, minden, meg rögtön úszni, meg ilyesmi, de hát a Fatának annyira megtetszett, egyébként nekem is, megmondom őszintén, még 20 éves fejjel is, teljesen egy ilyen elzárt környezet, egy erdő közepén, nagyon szép, és a lényeg az egészben az, hogy úgy döntött, hogy akkor ő borászkodni fog. Aha. És akkor ezt meg is csináltuk, mert életében soha nem borászkodott. Igen, a szomszéd Barasz bácsi megkérdezte, hogy na Levente, itt mi lesz ezen a területen, a traktor már csinálta, tudod, úszómedence vagy teniszpálya. És akkor mondta, hogy ne a szőlő, de megmondom őszintén, hogy egy elképesztő jó bort, pontosabban most azóta aztán 2000-ben, tehát magyarul két szőlőnk van, és kétféle bort készítünk, és nagyon jó minőséget hozott, úgy, hogy ő tényleg teljesen nullából amatőrként, és gyakorlatilag rácsaptam erre a dologra, hogy ha már ez ilyen jó, akkor miért nem csinálunk belőle olyat, ami
ami más számára is elérhető. Főleg ugye van egy csomó rajongó, aki mondjuk lehet, hogy nem is feltétlenül nem mindenki ért a borhoz, de az azért veszi, akinek, aki viszont ért, annak meg viszont nem ciki, mert hogy világos. Úgyhogy itt tartunk most, és megmondom őszintén, hogy tavaly decemberben ez debütált, úgyhogy most két üzlet is elkezd árusítani a bort, és miközben nagyon kicsi mennyiségről beszélünk, tehát nem szabad túltolnom a kommunikációját, mert akkor elfogy, és akkor tehát hiány lesz. Nincs sok, igen. Nagyjából egy olyan 2000 palasznál tartunk most éves szinten, de ezt nyilván szeretném azért följetolni, meg szeretnék egy csomó más vásárolt szőlőből is a szortimentet növelni, tehát egy kicsikét, hogy többféle legyen. Úgy. Van-e valami specialitás a szőrényi bornak? Hát egyrészt az, hogy mit csináljuk. Tehát, jó, nyilván. Igen, de mi is tettük el, és mindig a fater, meg mi mind a ketten metszük. Van egy-két permetezés, amit mondjuk van egy gondok, aki csinálja, mert ha például itt szép idő van, akkor lehet, hogy mire leérsz az autóval két óra alatt, rossz az idő, és nem tudsz permetezni. És lemész és tankolod a permetezőt, vagy hát nem mondom, azt a speciál, igen, van egy kis traktorunk, azt a gondok mit csinálja, tehát van egy nagyon jó srác, egyébként a helyi tűzoltó, a Valázs, és ő szokta ezeket az okat csinálni, amiket mi nem tudunk innen föntről. Az összes a szőlővel kapcsolatos, tehát a zöld munkák, a meccés, a kötözés, a szüretelés, azokat mind mi csináljuk a paterről. Na jó, ennyit a borról, mert ennyit. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok rád, ha kinyitnánk a laptopodat, ott hány fajta mappa van? Mert azt gondolom, hogy manapság mindenki az, hogy mondjuk a te életedben, amiről igen. tudok, dobolás, igen. borászat, igen, igen. István a király iskolába igen. megy, én nem tudom, családapa, szóval hányfajta mappa igen. van a te laptopodban? Nagyon sok, és ráadásul az nem csak, hogy mappa van a laptopon, hanem ugye Drive-ban dolgozom, és van külön a szőlészeti Drive, van egy külön drive-ja, ugye van a magán, van egy ilyen munka, olyan munka, tehát tényleg nagyon sok. Van-e mondjuk most valami prioritás? Hogy ez most nagyon fontos, most ezen vagyok igen. rajta, vagy ahogy az előbb mondtad, ezen rugózom többet. Jó, igen, volt igen. ez a szó. 2014-ben mutattuk be a játékszínbe egy Illés darabot, amit a Szentevajk rendezett, és abban van egy élő zenekar, ugye Illés számokat játszunk, és nagyon pofa egy ilyen 250 perces kabaré gyakorlatilag. A musicalnek azért nem mondanám, de egy zenés darab, aha. és a lényeg az, hogy abban élő zenekar van, és nagyon kitűnő zenész társaimmal játsszuk ezt. Most már nem is tudom, több százon felül van, amit játszottunk ugye az elmúlt 6 év alatt. Minden nap gyakorolsz, vagy mennyire fontos? Nem, nagyon gáz, hogy nem tudok gyakorolni. Bár egy kertes házban lakom, és nem zavar, nem nagyon zavar úgy gondolom senkit, amikor én elkezdek gyakorolni. Mert ugye az a baj, ezt te pontosan tudod, csak ugye a nézőknek mondom, hogyha az ember elkezd gyakorolni, az baromi hangos a dolog. Hát az baj. Elkezdjük letakarni, akkor viszont eljönik a sound, tehát akkor nem lesz jó érzés, hogy te játszol, az élmény nincsen, és gyakorlatilag így akkor nagyon rossz. És akkor az van, hogy erre a játékszínes darabra, a Tied a világ, úgy az a címe, vásároltam egy elektromos dobszerkót, aminek az a lényeg, ugye, hogy gyakorlatilag ennyi hangja van most nekünk, de a füles fölveszem, akkor meg stadion, meg szóval bármilyen hangzik. És a lényeg az egészben, hogy ez most nagyon szuper, mert viszont emiatt sokkal többször ülök le, mert ugye ott van, csak be kell kapcsolni, de sajnos az a helyzet, hogy tehát nincs az, hogy mondjuk minden nap, vagy minden héten, vagy ilyesmi. Én amúgy is egy ilyen rasszodikus dobos vagyok, mert ugye én, ha gyorsan összefoglalom, akkor ugye én nekem volt egy-két ilyen amatőr, meg félprofi zenekarom, utána lett az első emelet időszakot, ugye egy évet voltam az első emeletben, utána csináltam két szólólemezt, amit szintén doboltam, és aztán ez megszűnt, ez az egész dolog, akkor elkezdtem ugye így privát dolgokat csinálni, és akkor amikor a Pásztori Zoltán az Illés együttes dobosa meghalt 2005-ben, akkor gyakorlatilag ugye engem kértek föl, mint egyébként egykori tanítványát, és onnantól kezdve gyakorlatilag amikor voltak ezek a visszatérések, akkor ugye értelemszerűen, illetve automatikusan én kerültem ebbe bele. Ugyan nem mondom, hogy én Illés együttes dobosa vagyok, bár ezt nagyon sok mindenki mondja, de hát De te mondhatod. Hát igen, és én nekem állt meg megtiszteltetésébe belekerülhettem, főleg, hogy ez ráadásul azért hát család, és ezeket az embereket mind gyerekkorom óta ismerem, tehát hogy hát szóval nagyon-nagyon szuper, és nagyon örülök annak, hogy részese lehettem még egy csomószor ezeknek a nagy koncerteknek. Sajnálom, hogy ezek már nincsenek. Volt-e példa arra az életedben, hogy mondjuk apáddal valamilyen zenei összetűzésbe kerültél? Tehát úgy gondolom ezt, hogy neked kötelező volt-e az ő zenei hagyatékát szeretni? Hát ez nem. Nem is. Volt-e olyan korszak, amikor az apád azt mondta, hogy hát fiam, ilyen zenét ne hallgass? Ja, de egy. Ezzel mindig rövünk azóta, amikor a Bonnie-emet elkezdtem szeretni. Hát miért ne? Kisgyerek voltam, divatos volt minden, és akkor azt mondja, hát azért mégsem. Nagyon érdekes, hogy például az abbával, meg úgy van, az abbát nagyon nem szeretett, tehát ők azért más stílust toltak. Persze. És az abba bejött, és nagyon divatos, és mondták, basszus, ez a diszkó, meg hát az egész elképesztő. És tök érdekes, hogy mennyire megváltozott, nem is a faternak a véleményem, a világ mennyire megváltozott, hogy gyakorlatilag most már
már azért revideálta ezt a dolgot, tehát hogy elismeri, hogy azért az abban egy nagyon komoly abszolút, zenei műhely hát, volt. Más kérdés, hogy ugye nem az a típusú, mint amit ők csináltak, de hogy elismeri. De nagyon érdekes, hogy ez így. Igen. De visszatérve a lényeg az, hogy nekem én őrült nagy szóval nagyon szerencsés vagyok annak, hogy egy nagyon komoly zenénevelést kaptam, és nem azzal, vagy nem feltétlenül csak azzal, hogy ott aludtam a Fonovel koncerteken a balatoni különböző helyszíneken, vagy akárhol máshol Debrecenben, hanem azért, mert egész egyszerűen olyan lemezeket hallgathattam, amiket hát így úgy külföldi ismerősöktől beszerzett, ugye, miközben az édesanyámtól pedig az operett műfaját kaptam, mert ugye ott is aludtam egy párszor az öltözőben kisgyerekkoromban, hogy értek rá. Te valaha otthon egyáltalán? De, igen. Állandóan öltöző zenekari próbaterem. Ez ilyen. De ezt úgy tűnik, hogy még most is nagyon szereted. Persze, nagyon. Ha a kölykeid, ezek tudod, klasszikus kérdés, hogy a kölykeid vinnék tovább a zenét, vagy szeretnének zenészek lenni, nyilván segítenéd apaként őket. Persze. De van-e bennük zenei hajlam, hogy látod? Szerintem nem nagyon, elképesztő tehetségesek. Figyelj, három évesen olyan tisztán énekelt mind a két kisgyerek, hogy elájultunk. Az én feleségem üzenet a nárt, tehát az így nézett. Most nyilván elfogott meg anyukat, de hogy szakmailag is azt mondta, hogy ez tehát elképesztő. Nagyon jó hallásuk van, nagyon szépen tisztán énekelnek, tehetségesek. A nagyobbik lányom az járt két évig hegedülni, és mondta is a hegedülni, hogy elképesztő tehetséges, de nem érdekli. De látszik, hogy nem érdekli. Nem érdekli. Nagyon sajnálom egyébként. Van otthon mindenféle hangszer, tehát figyelj, a hegedű, a zongora, hát ugye a dob. Vagy elektromos dob. A elektromos dob. Van gitár, van hegedűt már mondtam, mindenféle hangszer van, és gyakorlatilag egyik esélyen ülnek le. Én tudom, én úgy kezdtem a dobolást, hogy a német osztítom, ugye a fonográf dobosától kaptam egy pár dobverőt, és az sokáig fönn volt a polcon, és matchboxoztam, játszottam ez az amaz, és egyszer csak eljött a pillanat, de és ez nem egy ilyen hülye, jó sztori, ami jól hangzik, hanem tényleg ez volt, unatkoztam, vagy mondták, hogy takarítsam le a polcot, megtaláltam a dobverőt, és onnantól kezdve elkezdtem dobolni, különböző magasságra tettem újságpapírokat, hogy ugye más szont legyen, és onnantól kezdve nem lehet leállítani, de úgy, hogy a fater akkor vitt el a Pászori Zolihoz, hogy kezdjék el tanulni. Tehát én abban reménykedem, hogy majd a két lánynál is egyszer valamikor... Egyszer csak szólnak, igen, hogy apu dobolni, vagy zongorázni, vagy bármi. Vagy bármi, igen. De figyelj, ha nem, az sem az baj. Neked volt-e valamilyen B-terved az életre? Ha nem lenne zene, nem lenne borászat, vagy mondjuk most van-e B-terved? Kellett-e valaha azon gondolkodnod, hogy valami egészen újba kezd? Ezt a B-terv kifejezést nagyon sokáig nem is ismertem. Megmondom miért. Mert az igazság, hogy én úgy vettem észre, és valószínűleg talán nem tűnik szerintelenségnek, hogy nagyon sok mindenhez értek. És nagyon sok mindent kipróbáltam az életemben. Szoktak mondani, hogy még akasztott ember nem voltam. De soha nem vittem tovább vagy magasabb szintre egyiket sem. Tehát nekem az a gondom, hogy azért nem volt B-tervem, mert nagyon sok mindenbe belekezdtem. Tehát figyelj, én például nekem szakács végzettségem van. Tehát én gyakorlatilag, én úgyhogy most azt mondom, hogy van mögöttem ilyen és ilyen tapasztalat. Az hogy jött, hogy ilyen zenei háttérrel, te miért akartál szakács? Mert a fatra nem akart, hogy zenész legyek, mert tudta, hogy ennek milyen buktatói vannak, meg ez az amaz. És pont az apád, aki egy sikeres zenész volt. Hát. De pont azért, mert tudta a buktatókat, mert tudta ezt-azt amazt, és gyakorlatilag azt gondolta, hogy legyen egy polgári foglalkozás, amiket jó ötlet volt nyilván. Most attól függetlenül, hogy aztán 100 000-es stadionba dobolok, az egy más kérdés, de persze nem abból élek. Úgyhogy... Most jöhetne a visz, hogy néha a dobverőt hamverőre cseréled, vagy fakanára cseréled. És például volt olyan érsz az értemnek, amikor visszaugrottam, és dolgoztam egy évet egy konyhán, tudod? És nem is volt rossz egyébként, mert lettek is szakmai gyakorlat. Más kérdés, hogyha most például, hogy holnap után el kéne menjek egy konyhára, akkor azért nagyon sok... Bajba lennél. Hát igen, mert tudom, nagyjából tudom a trendeket, de nem úgy, hogy egy étterembe kiszolgáljam ezt, hanem hogy tudom, figyelj, én hétvégén szoktam főzni, fölrakom a Facebookra, és akkor az nekem pont elég. Nekem hát főleg, hogy a családomnak, aki meg is imádja. Tehát, azt tudom, hogy a történelem is nagyon fontos az életedben, vagy az életetekben, igen, nyilván ez is családi hagyaték. Hol tart most, mert tudom, hogy bizonyos sírhelyek után mutattok. Ez hol tart? Igen. Hát ez főleg a faternak a projektje. Fejlődése. Igen. Tehát ez neki azért egy régi dolog. Igen, de azért, mert az ő apukája is, az én nagypapám, az gyakorlatilag az elméleti részét
hát hogy is mondjam, ismerte, és azt, azt nézte meg nagyon, azt nézte át, és azt tudta, és ezt adta át a faternak, tehát gyakorlatilag ő ezen, ennek a mentén kezdett el dolgozni. És miután neki volt lehetőség erre, egyrészt anyagilag, másrészt meg összekötetésre, stb., ezért ő úgy döntött, mit, nem is tudom, most már 25 vagy 30 éve talán, hogy, hogy ebbe belevág, és összerakott egy olyan komoly csoport, de egy profi csoportot, tehát hogy ott vannak barlangászok, mert ott vannak barlangok is, régészek, hát ugye ez a Ferenci Múzeum, azt tartozik Szentendréhez, ugye az a környék, tehát magyarul a múzeum delegál egy régészt, aki ott ugye szakmailag ezt végigkíséri, ezt a ásatást. De rengeteg olyan dolgot találtak, ami nem konkrétan mit tudom, valakinek egy ősi magyar vezérnek a sírját, hanem egy csomó olyan nagyon régi csontdarabokat, áldozati. De például egy olyan dolgot találtak, ugye, hogy szarvasmarha, végtagok és koponya. Na most, ha kint az erdőben mindentől távol, meglehetősen távol, mert itt belvárosban találnak az egy dolog, de mindentől távol találnak egy olyan szarvasmarha csont, hogy is mondjam, maradványt, aminek gyakorlatilag csak a végtagja van meg a feje, az egyértelműen arra utal, hogy ez egy áldozati jellegű dolog. Nekünk már lenne ott medence csont, meg minden borda, más, meg gerinc, meg minden. Tehát mire is irányul valójában a keresés? Itt van elvileg egy sír. Aha. A feltételezések szerint, ezt nem állítja senki, se a fatara, se senki, hogy itt most Árpád sírját, vagy Attila sírját, vagy nem tudom kikeresni, hanem nagyon sok jel mutat arra, hogy itt valamilyen olyan temetkezés történhetett, ami nem csak mondjuk egy közembernek a temetése, hanem fontosabb, magasabb rangú tisztel rendelkező embereknek a temetkezési helye. Aztán meg kiderül, hogy lesz-e végre, találnak-e valamit, vagy esetleg még utána kell nézni, hogy van még valami leágazás, vagy nem tudom mi. Hát én nagyon szorítok neki, mert azért ez egy nagyon, nagyon nagy dolog. Na, ha ez tényleg igaz, és ott van valami ilyen, akkor az egy világra szól dolog. Szoktam kérdezni zenészektől, hogy éppen manapság miket hallgatsz? Mondjuk idefele jövök, mit hallgattál a kocsiban? Na, milyen érdekes, zenék igen. Hatnak rád manapság? Hát gondolom őszintén, hogy én nagyon szomorú vagyok, ezt időnként el szoktam mondani, hogy én a 90-es évek után nem nagyon érzem. Tisztelt a kivételek, mert van egy-kettő. De nem nagyon érzem se a hazai, se a külföldi slágerekben, hogy zenei szempontból nekem kedvező, és azt mondjam, hogy hú, de szuper. Uh-huh. Közben az a baj, hogy időnként elgondolkozom, hogy lehet, hogy közben megöregettem. és ugye, tehát ez már nem az én... Bezzeg a mi időnkben, jönnek majd ezek a mondatok. Igen, bezzeg a mi időnkben, mert ez pontosan olyan, mint amikor a faterék ugye a 60-as években elkezdték ott csépelni, és akkor fel voltak háborodva az akkori, mint 50-60-as emberek, hogy ezt kikérik maguknak, és a huligánok milyen ócska zenét csinálnak, bezzeg az akkori, mit tudom én. Szóval, hogy ez is benne a pakliba, azt én azért őszintén bevallom, de az az igazság, hogy azt gondolom, hogy zenei szempontból minden meg lett már írva. Tehát nagyon nehéz olyan dalt írni, amire az ember azt mondja, hogy hú, de szuper. Legfőképpen viszonyulok a régiekhez. Főleg a 80-as évek, 70-80-as évek elképesztő jó zenék voltak, de hogy nem az, ami így megy most a rádióba, olyan jók vannak, és olyan jó rádiók vannak, mert általán nem ismert előadók adnak elő olyan jó zenéket, ráadásul a nagy része ismert, mert azt már persze, legalább a harmadszorra feldolgozták, ja, tudod, persze, amiket persze. Már mindenki ismer, és nagyon sokszor van az, hogy például megkezdve valakit, hogy ismersz, hogy persze, ezt a izé játsza, és az nem baj, hogy ez már 73-ban is ismert dal volt. Szóval, tehát nagyjából ezeket hallgatom, mert nagyon, tehát nem nagyon vagyok nyitott az újra, persze tök jó, hogy vannak nagyon jó fiatal zenekarok, és vannak nagyon tehetséges zenészek, és vannak azért jó dalok. A lányaid milyen zenét hallgatnak? Természetesen 80-as évek az nagy rajongó, hiszen amit hallgat, ugyanez, mint amit én is, próbálom, igyekszem ugyanazt átadni, mint amit az én édesapám, vagy az én szüleim adott át. Tehát próbálom neki átadni, hogy tényleg mind érték, de hát a nagyobbik lányom az már azért természetesen megy a fiatalok felé, és azt nem is baj, tök jó, hogy ez van. Egyébként most ilyen japán mániás éppen, ilyen nagyon rajzol, és ilyen mindenféle, tudod, ezeket a japán képregényeket így rajzolja, és hát ennek megfelelően ilyen zenéket is hallgatni minden, szóval nagyon érdekes, nagyon komoly a rock feeling a japán izébe, ezekben a rajzolókban, egészen elképesztő, szóval tök jó nóták vannak. Persze. Azt nem mondom, hogy sláger, amit meg tudsz jegyezni, és 40 év oldal. Hát a szövegét nehéz nagyon érteni, de hogy szerintem jó az a zenei ízlés, amit én átadok, mert én is csak adtam, úgyhogy azért nem lesz baj a gyereknek, szerintem. Nem lesz baj vele.
Tehát ha csak nem hazaállít majd egyszer egy ilyen izé bőrszerkóba. Emlékszel, Cure-os izé feelinggel, de az sem a figyelj szerintem, mert én is voltam punk, például azt soha sok, nem tudja. Így hajad, persze, így. Igen. Volt, van erről fotód? Sajnos nincs, basszus. Palmolív kenőcsel állítottuk fel a hajat, hogy megálljon, meg ilyen cukros vizekkel, meg ilyen, hát nagyon, de figyelj, én tizen, hát ilyen, basszus, pont annyi voltam, mint most a szellő, a nagyobbik lányom, tehát én nagyon komolyan lázadtam, ugye, mert hát amúgy túl rendes gyerek voltam, és akkor kellett valami ellensúlyozás. Úgyhogy, jó, hát szóval magyar, hogyha hazaállít punkként, akkor mindegy, ezt nem, most, nem mondtam el. Akkor megnézed, hogy van-e cukor a svejtban. Vagy megkeresem a régi övemet, meg azokat a vizéki csatokat, meg a különböző Sex Pistols és Dead Kennedys-es jelvényeket.